Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A ünnepi beszéd már elhangzott, hiszen a képviselő úr elmondta azokat a faluház fölé emelkedő gondolatokat, amelyek ide hívtak bennünket, és amely gondolatok jegyében itt éljük az életünket, illetve próbáljuk az ország ügyeit rendezni. Én inkább néhány személyes szóval szeretnék hozzájárulni a mai ünnepséghez. Először is elfogódott vagyok természetesen, mert szerettem azt a régi épületet. Csúnyácska volt, különösen már a vége felé, de mindannyiunknak a szívéhez nőtt. Látom itt Vara Lászlót, aki engem itt pingpongozni tanított például. Olá Jánossal, Bogyesszal aztán még nagy pingpongcsatákat vívtunk itt. Itt voltak az ünnepségek. Gratulálok azoknak a volt osztálytársaimnak, akik most óvónők és a gyerekekkel törődnek. Emlékszem, általánosiskolában itt álltam nagyjából, április 4-én, és szavaltva Viteslav Nedzvál, szavazatom én a forradalom urnájába dobom című munkásmozgalmi versét. Szóval ilyen dolgok történtek. Úgyhogy persze örül az ember az új háznak, de a régit is szerettük. Ha már a forradalmi verseknél tartunk, tisztelt hölgyeim és uraim, arra is emlékszem, hogy az egész iskolában lényegében egy család volt, a Mészáros család, aki még úttörőse volt, még úttörő nyakkendőt sem tudtak a nyakába kötni a Lőrincnek, nem csoda, hogy most ugyanazok kötelet emlegetnek, de az sem lesz sikeres. Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, sok mindent látott már ez a falu, és sok mindent látott ez a hely, és egy kicsit fájt is a szívem, amikor láttam, hogy elbontják, de azt mindannyiunknak tudni kell, hogy a múltból, ha nem változtatjuk meg, ha nem formáljuk, nem alakítjuk korszerűvé, aligha fogunk megélni, és az a ház bizony megérett már az elbontásra. Szeretnék gratulálni a falunak ahhoz, a polgármester úrnak különösképpen, hogy összefogást hozott létre, amellyel azt a régi bajt oldotta meg, amiről ő is szólt, hogy a falunak lassacskán nem volt olyan helye, ahol össze lehetett volna gyülekezni, azzal a szándéka, hogy az emberek olvassanak, beszéljenek, vagy akár a nyugdíjas klub tagjai találkozhassanak egymással. Tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen minden ilyen beruházás, különösen, hogyha a miniszterelnök falujában történik, akkor politikai vitákat vált ki. Olyan világban és olyan országban élünk, ahol még egy faluházból is lehet politikai kérdést csinálni. De láttunk mi már ennél érdekesebbet is, nem tudom, emlékeznek-e még arra, amikor 1998-ban, amikor először alakítottunk kormányt, akkor meg Alcsúton adtunk át sportcsarnokot, akkor abból csináltak ügyet, aztán utána megcsináltuk a vízelvezető árkot, meg a kocsibehajtókat, akkor abból csináltak ügyet. Tehát Magyarország egy olyan ország, ahol ha a miniszterelnök falujában történik valami, nem tudjuk elkerülni, hogy abból politikai ügy legyen. Ezért én elnézést kérek öröktől, mert ez nyilván nem kényelmes dolog, de a mi falunk fejlődése úgy tűnik egyelőre ezzel jár együtt. Márpedig fejleszteni valónk még van bőségesen. Örülök annak, hogy a katolikus testvérek háza, itt a katolikus templom az megújult, gratulálok hozzá. Várjuk is az ünnepélyes megnyitót, hogyha még nem történt volna meg. Mindannyian látjuk, hogy itt a hátunk mögött a csarnok, hát az most már ilyen elgyengült állapotban van, azzal is csak kellene valamit csinálni. Elég csúnyácska itt ez a víztorony, azzal is jó lenne, hogyha a polgármester úr kitalálna valamit, hogy történjen. És egyáltalán mi falunknak van az a problémája, hogy egy hosszú völgyfalu, nincsen neki központja, hát valahogy itt az iskola, a templom, itt a faluház környékén csak valahogy valamit ki lehetne alakítani, szóval sok minden fog még történni Felcsúton, üzenem a politikai ellenfeleinknek, mert hiába csinálnak ezekből a kérdésekből politikai ügyet, az élet már csak olyan mifelénk, hogy a karaván halad, és haladni fog a jövőben is. Úgyhogy tisztelt hölgyeim és uraim, szeretnék mindenkinek sok erőt, jó egészséget kívánni, a polgármester úrnak gratulálok ez az összefogáshoz. Való igaz, hogy a költségvetésnek ez egyetlen fillérébe sem került, amit szintén szeretnék megköszönni, mert persze az ember szíve közepe Felcsút, de mégis az egész ország pénzügyeiért kell felelősséget vállalni, és örülök, hogyha nem ide kell hozni a pénzt, mert máshol is van bizony arra szükség. A vállalkozóknak, a helyieknek különösképpen szeretném megköszönni, hogy lényegében közpénzt váltottak ki, amikor munkájukkal és adományaikkal segítették ennek a háznak a fölépülését. Annyi azért történt az elmúlt időszakban, mióta nem láttuk egymást, azért egy 40 milliónyi adósságot a falu válláról a kormányzat átvállalt. Ezt még az előző ciklusban vagy ciklusokban halmozta föl Felcsút, ezt a kormány az összes magyar falu adósságával egyetemben egyébként átvállalta annak érdekében, hogy a magyarországi falvak tiszta lappal indulhassanak, és a saját sorsukat a saját kezükbe vehessék.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, régi bölcsesség az angoloknál, hogy ami úgy hangzik nagyjából, hogy minőségi életet igazán csak vidéken lehet élni. Mi érezzük ennek a mondásnak az igazságát, és azt is tudjuk, hogy ez Magyarországon ma még nem igaz. Nagyon sok településen kell még faluházakat és közösségi tereket létrehoznunk ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, hogy bár egy faluban laknak, minden dologhoz hozzáférnek, amihez a fővárosiak hozzáférnek. Legfeljebb 40 kilométert kell autózniuk, ha operába akarnak menni. De egyébként nincsenek a világ végén, nincsenek semmitől elzárva, ugyanúgy részei az ország sodró mindennapi életének, mint azok, akik városokban élnek. Ehhez fejleszteni kell a falvainkat, és ez a fejlesztés, ami ma itt történt, ebbe a logikába illeszkedik. Egy gondolattal szeretnék kapcsolódni még a képviselő úrnak, a bicskei polgármester úr és képviselő úr szavaihoz is. Való igaz, elég sok nyomorúságon ment át Magyarország és a magyar nemzet. Van egy szívemnek kedves mondása Széchenyi Istvánnak, amit most ide szeretnék önök elé idézni, ami úgy hangzott, hogy magyarnak lenni fölemelő érzés, de nem kifizetődő dolog. Az, amiért én dolgozok, és amihez az önök támogatását kérem, az úgy hangzik, hogy mi azon dolgozunk, hogy magyarnak lenni továbbra is felemelő érzés legyen, és legyen kifizetődő dolog is. Ezért akármilyen kritikáknak is vetnek bennünket alá, akárhogy gúnyolódnak is, akárhogy támadnak is, az országot építeni fogjuk. Itt Felcsúton is, az ország minden pontján. Szeretném megköszönni a felcsútiaknak azt a támogatást, amit az elmúlt években ellenzékben is és kormánypárti vezetőként is önöktől megkaphattam, és gratulálok Felcsút életerejéhez, hiszen amikor a kastély óvodát átadtuk, akkor egyébként éppen ellenzékben volt a mi politikai közösségünk, mégis épült a falu. Ezt a letörhetetlen életerőt kívánom önöknek az előttünk álló évekre is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.